A 2021-es év minden korábbi csúcsot megdöntött a hitelezésben. A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy 2022 első fél éve hasonlóan alakul. A nyári időszakban talán lesz egy kis megtorpanás. Ami fontos, hogy most itt az év közepén a nyári időszakban egy pici lassulás azért érezhető. Köszönhető lehet ez annak, hogy emelkednek a kamatok, illetve annak is köszönhető lehet, hogy szabadságolások elkezdődtek. Ez majd az év vége fele fog kiderülni, hogy minek írhatjuk a számlájára mostani pici lassulást. A hitelfelvételi kedvet az első fél évben a 2,5%-os kamatozású zöld hiteligénylés lehetősége is segítette. Az év második felében az várható, hogy megnövekszik az államilag kamattámogatott hitelek iránt a kereslet, mivel a babaváró kölcsön és a falusi csok is december 31-ig igényelhető, mondta el Császár Botond. Az ügyfelek egyre tudatosabbak a hitelfelvétel során. Azt is tapasztalom, hogy egyre több ügyfél igényli független pénzügyi tanácsadó segítségét. Fontos megjegyezni, hogy a pénzügyi tanácsadók díjmentesen dolgoznak, összehasonlíthatóvá teszik a különböző bankok ajánlatait. A hitelek mellett a személyi kölcsönök piaca is lassult. Császár Boton szerint ezt leginkább a már meglévő hitelek kiváltására, rendezésére igénylik. Ennél a legfontosabb szempont természetesen az, hogy a kölcsön törlesztő részlete kisebb legyen, mint a meglévő hitelé.